Üdvözlök mindenkit, aki eljött. Ma folytatjuk a MeOsz tájékoztató sorozatát a mozgás korlátozott emberek közlekedésével, itt a jogokról és a jogérényesítési lehetőségekről fogok beszélni. Itt az első dián összeszedtem azokat a főbb jogszabályokat, amelyek a, a Mozgáskorlátozott emberek közlekedéséhez kapcsolódnak. Én ezeket most így nem olvasgatnám föl, viszont majd a PPT-t nagyon szívesen elküldjük annak, akinek erre igénye van. Tehát mindenki majd akkor meg tudja nézni részletesen, hogy melyek ezek a jogszabályok, amik, amik meghatározzák a, a mozgáskorlátozott emberek közlekedéshez való jogát általánosságban, alapjogi szempontból és részletekbe menően a, a mindennapok szintjén is. Miről lesz szó az előadásban? Egy picit szeretnék beszélni a, erről az alapjogi vonatkozásról, tehát az egyenlő esélyű hozzáférésről, illetve az akadálymentességről. Témák tekintetében szó lesz az autóbuszos közlekedésről, a vasúti közlekedésről, az ezekhez kapcsolódó csak érintőlegesen az utazási kedvezményekről, illetve a légiközlekedésről, illetve az ezekhez kapcsolódó jogokról, a gyakori jogsértésekről ejtenék egy pár szót arról, hogyha ilyen bekövetkezik, akkor hogyan tudjuk a jogainkat érvényesíteni, és a végén szeretnék néhány jogesetet elmondani, mert mint olyan esetet, amik valódi, Jogérvényesítés kapcsán születtek, és ezekben a, amelyekben született valamilyen fórumon döntés. Tehát ugye a, a közlekedéshez való egyenlő, egyenlő esélyű hozzáférés tulajdonképpen az eredője az egész témának, mert ugye a mozgáskorlátozott embereknek is másokkal egyenlő eséllyel kell hozzáférniük a közlekedéshez, mint más közszolgáltatáshoz is. Itt látjátok is a PPT-n, hogy a közlekedés közszolgáltatásnak tekinthető, és a FOT, ugye a fogyatékos emberek esélyegyenlőségéről szóló törvény rögzíti is, hogy a fogyatékos személy számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, ugye miután a közlekedés és közszolgáltatás, ez elég fekete-fehér, tehát nincs kibúvó, egyenlő eséllyel hozzáférhetőnek kell lenni mindenki számára. Ugye ami nagyon fontos, hogy az igénybevevő állapotának megfelelő önállósággal, és biztonsággal kell, hogy hozzáférhető legyen. Tehát ez, egy, ez, ez, a két szó, az önállóság és biztonság a kulcs szavaink, az egész közlekedést tekintve. Ugye minek kell egyenlő eséllyel hozzáférhetőnek, akadálymentesnek lenni? Ugye nyilván az épített fizikai környezetnek, tehát mondjuk például gondoljunk egy vasútállomásra, az infokommunikációs technikának, tehát mondjuk gondoljunk egy állomáson a tájékoztatásra, és a szolgáltatásoknak, tehát mondjuk gondoljunk arra, hogy a, a, tudom én, az állomási büfé mondjuk akadálymentes kell, hogy legyen, vagy a vonaton a segítő személyzet megfelelően kell, hogy fellépjen. Ugye az szuper, hogy van egy jogunk, de ugye mi történik, hogyha ezt a jogot nem tartják tiszteletben? Tehát mi, mit, mi van akkor, hogyha az egyenlő esélyű hozzáférés nem biztosított? Bizony ilyenkor jogsértés következik be, amit úgy hívunk, hogy diszkrimináció, vagy más néven a, az egyenlő bánásmód sérelme. Ugye itt a jognyelvén... Ezt úgy mondják, hogy közvetlen hátrányos megkülönböztetés következik be, hogyha egy személyt vagy csoportot valamilyen védett tulajdonsága miatt, ilyen védett tulajdonsága a fogyatékosság is. Kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint másokat, akik vele összehasonlítható helyzetben vannak. Ez lehet, hogy egy picit kacifántosan hangzik, de azt hiszem a lényege érthető: hogyha amiatt kerül valaki hátrányosabb helyzetben, nem tud igénybe venni egy szolgáltatást, mert fogyatékossággal él, akkor ez a közvetlen hátrányos megkülönböztetés következik be. Ugye itt a, a fogyatékosság tekintetében van egy ilyen extra dolog, hogy ugye itt nem elég az, hogy hogy, ne, hogy a fogyatékossággal élő embernek is pont ugyanazt nyújtják, mint a nem fogyatékossággal élőnek, mert akkor sajnos nem lehet egyenlő eséllyel igénybe venni a szolgáltatást. Tehát, oké, okay, hogy ott a vonat, ott van a két lépcső a vagonba való felszálláshoz, persze ez mindenkinek ugyanazt a. a Szolgáltatást nyújtja első ránézése, de ugye tudjuk, hogy mondjuk aki kerekesszékkel közlekedik, nem fogja tudni azt a két lépcsőt megmászni, tehát neki valahogy más módon kell biztosítani. És erre mondja azt a jog, hogy ilyenkor úgynevezett esélykiegyenlőítő intézkedést kell tenni. Tehát például ebben az esetben, amit most mondtam, kell egy. Tehát vagy valamilyen lesülyezthető lépcső, vagy ezt rámpával kell kiegyenlíteni, vagy egy emelővel, tehát valamilyen módon meg kell oldani, hogy ez a két lépcső az, az egy, az egy áthidalható akadály legyen. És ugye azt mondja a jog, hogy az ilyen esélykiegyenlőti intézkedésnek az elmulasztása, az is ugyanúgy hátrányos megkülönböztetést valósít meg, ha ez jogszabályban van előírva, de miután az egyenlő esélyű hozzáférés akadálymentesség elő van írva jogszabályban, ezért ugye minden olyan helyzet, amikor a fogyatékossággal élő ember igényeihez nem alkalmazkodnak, Nincs meg ez az esélykiegyenlítés, az hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció. Erre majd egyébként a végén fogunk visszatérni, amikor a jogérvényesítésről lesz szó. Most egy picit ezt a, ezt a vonalat félretesszük, és nézzük meg, hogy a közlekedés vonatkozásában, ugye mi az, aminek akadálymentesnek kell lenni, a közlekedési rendszereknek, tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek, jelző és tájékoztató berendezéseknek, illetve a parkolóhelyeknek is, tehát, hogyha valaki autóval érkezik, mondjuk egy állomásra, akkor ö, neki tudnia kell ott megfelelő közelségben ö, elhelyezni az autóját. Ugye konkrétan én itt felsoroltam egy pár dolgot, hogy mire gondoljunk, nyilván ez a számotokra sem ismeretlen, tehát az utasforgalmi épületek, állomások megközelítése, környezete, ugye maguknak az épületeknek az akadálymentessége, parkolás, ugye lépcsők, rámpáknak megfelelőennek kell lenni, a liftek, ahol szükséges, kell, hogy legyen akadálymentes mosdó, ugye a várótermet úgy kell kialakítani, hogy ez minden fogyatékossággal élő ember számára használható legyen. Ugye a jegykiadó automaták tudnak problémások lenni, meg a jegykiadó ablakok, az információs tábláknak is mindenki számára megfelelőnek kell lenniük. A menetrendeknek, Ugye ezzel is szokott probléma lenni, és ugye a segítségnyújtás, ami, ami még nagyon fontos. Először én azt gondoltam, hogy nézzük meg a vasúti közlekedést inkább gyakorlati szempontból. Én itt kiszedtem két olyan szabályozót, ami, ami a gyakorlatban tényleg a legfontosabb. Az egyik a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 2021 per 782-es EU rendelet. Ez egy olyan jogszabálya az EU-nak, tehát az Uniónak, amely minden további tagállami aktus jogalkotás nélkül kötelező. Tehát ez tulajdonképpen olyan, mintha egy magyar rendelet lenne. És ide betettem a linkjét a Máv üzletszabályzatának. Ugye nyilván a Máv az, amivel leggyakrabban, akinek a leggyakrabban veszük igénybe a vasúti szolgáltatását. Nagyon-nagyon sok minden van a Máv üzletszabályzatban a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatban szabályozva. Ebből én néhány fontos témát gondoltam érinteni. Ugye ami nagyon fontos, hogyha ha, ha nézitek a, az üzletszabályzatot, mert tulajdonképpen ez alapján lehet a, a máv, MÁV utazni, és tényleg érdemes egyébként böngészni, ott úgy tudjátok legkönnyebben megnézni, hogy mire van jogotok, vagy esetleg milyen kötelezettségeitek vannak, hogyha rákerestek, vagy arra a kifejezésre, ez sajnos így van a mávizlet hogy fogyatékkal élő, tehát nem fogyatékossággal élő kifejezést használnak, vagy itt a, ennek a rendeletnek a a fogalom készletét átvéve használja a MÁV üzletszabályzat is a csökkent mozgásképességű személy vagy utas kifejezést. Ez nyilván vonatkozik azokra is, akik fogyatékossággal élnek, de egy tágabb körtől el bárki, akinek valami miatt a mozgás nehezére esik, vagy hát hogy mondjam, nem olyan a mozgás képessége, mint, mint egy átlag embernek, tehát minden olyan szabály tulajdonképpen ugyanúgy a fogyatékossággal élőkre is vonatkozik, ami a csökkent mozgásképességű személyekre. Kiszedegettem néhány olyan szabályt az üzletszabályzatból, ami, amit fontos így fejben tartani, ha utazunk, hogyha esetleg valamilyen felárat vagy pódiat nem fizetett meg az, aki fogyatékossággal él, őt akkor sem fogják leszállítani a vonatról. Tehát, hogyha ha esetleg jön a kalauz, mondjuk egy helyjegyes vonaton, ahova, ahova, ugye annak is hiába van a százszázalékos kedvezmény fogyatékossággal élőknek, de a helyjegyet akkor is meg kell venni, hogyha egy köteles a vonat, és mondjuk ezt valaki elmulasztja, akkor, akkor se szállíthatja le a kalauz, tehát nyugodtan ezt, ezt ha erőszakoskodik, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy természetesen nyilván ki kell fizetni azt a helyjegyet, vagy a pódiát, de, de le nem szállíthatnak. Ha viszünk magunkkal kerekes vagy kerekesszéket, vagy bármilyen más mozgás segítő eszközt, ez ingyen szállítható, tehát nem kell érte külön fizetni. Aztán nagyon fontos az, hogy a, az utazási kedvezményt azt ugye nem lehet csak úgy igénybe venni, mert nyilván ránézésre a kalauz nem köteles elhinni, hogy, hogy mi jogosultak vagyunk a kedvezmény igénybevételére, hanem ezt igazolni kell. Ezt megtehetjük a MÁV hatósági bizonyítvánnyal, vagy igazolvánnyal, és akkor, hogyha ugye emelt összegű családi pótlékot kap valaki, vagy fogyatékossági támogatást, és a SINOSZ vagy NVGOSZ arcképes igazolványjal is, a, a MEOSZ igazolvány az nem, nem alkalmas erre a célra. Ha kerekes székes valaki, akkor neki nem kell helyjegyet venni, mert ugye nyilván a kerekes székében fog ülni. Tehát ezt is nyugodtan mondhatjuk a kalauznak, hogy ha kérdezi, hogy miért nincs helyjegy, hát ezért nincs. Ami nagyon fontos, hogy a menetrend az elvileg mindent kellene, hogy jelöljön, tehát hogy melyik az akadálymentes viszonylat, hol van akadálymentes vagon. Azért az a tapasztalat, hogy nem mindig jelölnek mindent, de elvileg ezt jelölni kell, és azt is, hogyha van emelő berendezés, Mert hogy? Emelő berendezés nélkül csak olyan ö, állomások között lehet elvileg utazni fogyatékossággal élő embernek, ahol az állomásokon van elhelyezve ilyen emelő, nyilván megkömen nem tudják leszállítani. Szóval ez egy elég nagy probléma, nyilván elég nagy probléma ámblok a, a vasúti közlekedés, mert ugye a töredéke akadálymentes a vasúti kocsiknak, és hát sajnos az állomások tekintetében sem állunk nagyon jól. Tehát mindenféleképpen nagyon érdemes előre tájékozódni, annál is inkább, mert hogy ha valakinek segítségre van szüksége, tehát például arra, hogy mondjuk odahozzanak egy emelő berendezést egy olyan viszonylaton, ahol nem közlekednek akadálymentes vagonok, itt 36 órával az utazás előtt kell jeleznie az igényét. És egy utazáshoz csak egy, egy vonatra jelezheti. Ezt csak azért mondom, mert nyilván adódna az a, a lehetőség, vagy az az ötlet, hogy pont miután hát azért elég döcögősen e, tud ez menni sokszor, meg az ember nem is mindig tudja, hogy most pontosan melyik vonattal akar utazni, akkor esetleg több. E, tehát mondjuk fel akarok menni Győrből Budapestre, most csak mondok egy példát, de nem tudom, hogy 9-kor, 10-kor vagy 11-kor fogok indulni, akkor én elvileg azt gondolhatom, és gondolhatnám egyébként teljes joggal, hogy én erre három járatra le tudom adni az igényemet, de hogy ezt a MÁV nem szereti, volt is ebből probléma, hogy valakinél, aki így több több egymást követő járatra adta le a segítés irányi, iránti igényét, így hát kicsit kekeckedtek és be akarták hajtani az ezzel járó költségeket. Szóval én azt javaslom, hogy jobb a békesség, akkor tényleg, ha ez már sajnos így van, akkor az ember találja ki, hogy melyik vonattal akar menni, és arra egyre az igényt. Ugye van ez a, a rendelet, amit mondtam, ebben a rendeletben egyébként már 24 óra szerepel, tehát csak 24 órával előbb, előbb kérik, vagy hát lehetne elvileg megkövetelni azt, hogy a segítségnyújtás iránti igényről az ember, vagy igényét az ember jelezze, de a rendelet megengedi azt, hogy az egyes tagállamok, illetve a vasúti társaságok mentességben részesüljenek, és legkésőbb 2026. június 30-ig, tehát az azt jelenti, hogy még két évig lehet ezzel a 36 órás mentességgel élni, utána már a rendelet szerint ez a mentességgel való játék, ez befejeződik, és 24 órára fog csökkenni ez a, ez a segítségnyújtás iránti igény igényjelzése. Itt betettem egy linket, hogy milyen e-mail címen lehet megrendelni az utazást, illetve nem csak e-mailen lehet, hanem lehet ezt postai levélben is, illetve telefonon. Ezeket az elérhetőségeket is betettem. Elvileg, tehát van egy link, amit szintén itt láttok, az alatt a szó alatt, hogy info, itt ezen, a, ezen az oldalon megtalálható, hogy mely állomásokon van emelő, illetve akadálymentes WC. Hát ugye nyilván minden állomáson kellene, hogy legyen akadálymentes WC, és, és minden állomáson kellene, hogy legyen emelő, ameddig nem akadálymentes az összes vonat, de hát sajnos ez jelenleg nem így van. Innen tölthető le a megrendelőlap is, amivel meg lehet rendelni a, a segítést. A menetrend az hozzáférhető szintén online módon, de van már applikáció is, és elvileg, mondom, elvileg fel van tüntetve, hogy melyek azok a vonatok, amik alkalmasak kerekesszékkel utazó ember szállítására is. Tehát ezeket én, én azt javaslom, hogy mindenféleképpen, ha az ember nem olyan viszonylaton utazik, ami mondjuk naponta megy, akkor, akkor érdemes előre tájékozódni a részletekről. Jó, az autóbuszos közlekedés az hasonlóan a, a vasútihoz egy EU-s rendelettel szabályozott. Ugyanígy, tehát erre a rendeletre is pont ugyanaz igaz, ami a vasútira, tehát minden egyéb tagállami jogalkotás nélkül kötelező, ugyanúgy, mint a vasútinál itt is. Nem túl részletesen, de azért szabályozva van a segítségnyújtás, szabályozva van, hogy mikor tagadható meg az utazás, tehát azért egy pár, pár szabály ö, szerepel, de ezek gyakorlatilag szinte egy az egybe át vannak véve, ugyanúgy a volánbusz ügyletszabályzatában. Én itt az autóbuszos közlekedésnél, a, a helyközinél azért gondoltam a volánt, mert hát szerintem nem is, nem is tudom, hogy most már van-e más. Ö, autóbusztársaság, amely ilyen viszonylatban szolgáltat Magyarországon. Itt ugyanígy betettem a, a linkjét az üzletszabályzatnak. És akkor szintén néhány fontos dolog az üzletszabályzatból. Ugyanúgy, tehát hogyha rákerestek a... Mert ugye nagyon hosszú az üzletszabályzat, és nyilván senkinek nincs végig, kedve végigolvasni, de hogyha rákerestek a vagy a fogyatékossággal élő kifejezése, vagy a csökkent mozgásképességű személy kifejezése, akkor nagyjából minden szabályt meg fogtok találni, ami, ami vonatkozik. Van egy olyan kitétel az üzletszabályzatban, hogy kísérő nélkül nem jogosult utazásra a maga tehetetlen, vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy. Ez Hát így első ránézése nem tűnik nagyon fontosnak, de sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy arra való hivatkozással tagadja meg egy buszsofőr a, a hát legtöbbször a kerekesszékes utas felszállását, hogy ő kísérő nélkül nem utazhat. De hát ugye erről szó nincsen, mert ugye attól, hogy valaki kerekesszékes nyilvánvalóan nem maga tehetetlen és és nyilvánvalóan képes kísérő nélkül utazni. Tehát, hogyha ilyen miatt ö, esetleg nem engednének felszállni valakit, aki kerekesték, és az nyugodtan hivatkozzon arra, hogy ez rá nem vonatkozik. Fontos az, hogy eleve kerekestékkel csak az eljára kijelölt területtel rendelkező autóbuszra lehet ö, felszállni. Ez elvileg benne kell, hogy legyen a busz forgalmi engedélyében, vagy típus bizonyítványában. Ugyanígy elvileg ugye a menetrendben egyébként jelölik, hogy melyik az ilyen busz, de hát sajnos ezzel is nem kevés probléma szokott lenni. Ami egy, hát ez nagyon kardinális kérdés, és sajnos a volánbusz járatain nem is nagyon tudunk mi sem ezzel mit kezdeni, hogy nem lehet elektromos mopeddel felszállni. Ugye ez egészen addig vitatott volt, ameddig nem született egy kuriai ítélet ö, bizonyos moped vonatkozásában, mert ugye itt a Volámbussz arra hivatkozott, vagy lehet, hogy az nem is a volánbusz volt még akkor, most ezt nem tudom, de a, a busztársaság arra hivatkozott, hogy biztonsággal nem rögzíthető a moped. Ö, és hát sajnos egészen a kúriáig elment az ügy, aki azt állapította meg, hogy valóban nem, nem köteles a volán elvinni a mopedet, ez most már az üzletszabályzatba is bekerült. Kerekes székkel viszont fel lehet szállni, ugye olyankor, amit mondtam az előbb, hogyha ha erre alkalmas a busz, ugye azokkal a feltételekkel, amiket említettem, vagy tehát fel lehet vinni egyébként kézi podgyászként kvázi, tehát hogy ül benne az ember, ilyenkor biztosítani kell az elmozdulás ellen, nem gátolhatja az utasok mozgását, de méret és súly korlátozás nélkül tehető ez meg. Hogyha esetleg podgyásztérben szeretnénk szállítani kerekesszéket, akkor ez csak összecsukva lehet, és ami nagyon fontos, hogy sem elektromos kerekesszék, sem moped nem szállítható a csomagtérben, Hát Ezzel lehet vitatkozni, hogy ez jog, jog, jogszerű vagy nem jogszerű, de a volánbusznak az üzletszabályzata így, így rendelkezik, ezt még a tudomásunk szerint nem támadta meg senki. Nyilván itt is a biztonság az, ami, amire lehet az ő részükről hivatkozni, ugye, különösen itt az, az, az akkumulátoroknak a, a veszélyessége miatt majd kitérek rá, amikor egy picit a légi közlekedésről is lesz szó. A volánbusznál ugyanúgy 36 órával előbb kell az utazási szándékról értesíteni a, a társaságot, ez belföldi járat esetén az utazás megkezdése előtti 36 órát jelenti, nemzetközi járat esetén pedig az előtt 36 órával, hogy megvásárolnánk a jegyet. Itt személyesen lehet bejelenteni az igényt, illetve telefonon és ugyanúgy e-mailen is betettem a, a, linket. A legtöbb információ a segítésről a, az itt a PPT-ben szereplő linken van, és ugyanígy betettem az igénybejelentő lapnak is a linkjét, hogy mi az, a, mi az a, min az utazási vagy a segítés iránti igényt be lehet jelenteni. Még kiemeltem itt a BKK-BKV által biztosított utazást is. Nyilván Budapest a legnagyobb város, tehát itt majdnem két millió ember térint a, a városon belüli közlekedés. Ami nagyon fontos, hogy a moped az nem tiltott a BKK járatain, tehát szerencsére egyelőre fel lehet még szállni mopeddel, de ugyanígy biztonság gosan kell elhelyezni, ugyanúgy nem zavarhatja az utasokat, és itt viszont van egy tömegkorlátozás, tehát a, a, a kerekes, szé, vagy a moped és a mopeden ülő ember együttes tömege nem haladja, nem haladhatja meg a 250 kg-ot. Amit még ide kiírtam ezzel kapcsolatban, az az Ariva busz, mert az Ariva busz az a BKK-nak egy alvállalkozója, és nagyon gyakori panasz velük kapcsolatban, hogy nem akarják elvinni a kerekes széket, illetve a kerekes székes utast, de miután ők ugye alvállalkozó, nekik ugyanúgy a BKK üzletszabályzatát kell teljesíteniük, hiszen az utas a BKK-val áll jogviszonyban, tehát a tőle veszi a jegyet, vagy a, az ő szolgáltatását használja. Tehát az Arriva sem tehetné ezt a korlátozást, sajnos gyakran megteszi, de ilyenkor nyugodtan arra lehet hivatkozni, hogy a BKK üzletszabályzata engedi, nekik annak kell megfelelni, tehát nekik is kötelességük elvinni a, a mopeddel utazó embert, vagy egyébként az elektromos kerekes székkel is időnként van az Arrivával probléma, és ő nyilván ugyanez értendő az elektromos kerekes székre is. A segítés iránti igényt értelemszerűen nem lehet 36 24 akárhány órával előbb jelezni, hanem mindig az utazáskor kell. Tehát szólni kell a, a sofőrnek, aki vagy mondjuk metró esetén, hogyha nem akadálymentes a metró, ugye sajnos még van olyan vonal, ahol nagyon kevés állomás-akadálymentes, akkor a, itt a forgalmi irodán kell jelezni, hogy a mozgó lépcsőt hogy azból lépcsőn, hogy tudják lesegíteni a kerekesszékes embert. Van ugye a BKK-nak a midibusz szolgáltatása, ez munkanapokon elég tág időszakban vehető igénybe, ez kvázi ilyen taxiszerű, ezt meg kell rendelni. Van itt egy telefonszám, amit leírtam a PPT-re, hétvégén sajnos csak reggel 8 és délután négy között vehető igénybe. A BKK-nak azt gondolom, hogy elég jó a tájékoztatási rendszere, tehát a honlapjukon is elérhető, hogy mely viszonylatok akadálymentesek, hogy lehet A-ból B-be akadálymentesen eljutni, de ez van a Budapest Go applikáció is, illetve számítógépen akár, mint tehát applikáció nélkül is tervezhető az utazás ezen a gobkk.hu-n. Jó, egy picit beszélnék az utazási kedvezményekről a vasúti és autóbuszos utazás vonatkozásában. Ugye itt van a fogyatékossággal élő embereket megillető kedvezmény, ezt azok vehetik igénybe, akik fogyatékossági támogatásra jogosultak, vakok személyi járadékában részesülnek, illetve akik saját maguk, vagy akik utána szüleik magasabb összegű családi pótlékban részesülnek. Ez tulajdonképpen egy százszázalékos kedvezményt jelent, tehát az utazás díjmentes, a fogyatékossággal élő embernek és a kísérőjének, a menetrend szerinti tömegközlekedési járműveken, a helyén és helyközin is. Tehát azt jelenti, hogy városon belül és városok vagy települések között is, de elvileg ugye a helyjegyet, az első osztály felárát, illetve a feláras autóbuszokon a kiegészítő díjat meg kell fizetni. Ugye az előbb beszéltünk róla, hogy például a vonaton kerekes embernek nem kell helyjegyet sem venni, tehát nyilván ez ugye azokra vonatkozik itt a helyjegyvételi kötelezettség, akik, akik nem kerekes székesek. Korlátlan számú utazásra jogosít, és a jogosultságot a már hatósági igazolványjal, az MVG osz igazolványjal, vagy a sinosz igazolványjal kell igazolni. Ugye a MEOSZ erről tulajdonképpen már szó volt, nem lehet igazolni a jogosultságot. Szintén röviden az ellátottak utazási kedvezményéről. Ugye erre azok jogosultak, akik rokkantsági járadékosok, illetve a rokkantsági ellátásban részesülők közül azok, akik 2011. december 31-én első, illetve második csoportos rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, vagy akiknek az egészségkárosodása 70%-os vagy azt meghaladó mértékű, és természetesen ugye nem töltötték be még a 65-öt. A kedvezmény mértéke helyközi utazásban 100%, tehát díjmentesen lehet utazni. A vármegye és országbérletet 90%-os kedvezménnyel lehet megvenni, és helyi közlekedésben viszont, hát itt, meg, itt településen múlik, hogy mennyi kedvezményt biztosítanak. A korábbiakkal ellentétben ez is korlátlan számú utazása jogosít már, és a jogosultságot az ellátottak utazási utalványával lehet igazolni. Egy picit beszélnék a légiközlekedésről, mert nyilván sokan repülnek is, hát nyilván gyakoribb az autóbusz és a vonat igénybevétele, de hogy azért ma már elég általánossá vált a légiközlekedés igénybevétele is. Itt is... Itt is van egy rendeletünk, ez a régi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló mm. 1107 per 2006-os LK rendelet. És hát sajnos ugye itt nem, nincsen olyan üzletszabályzatunk, amire 100 százalékig ráhagyatkozhatunk, mert ugye nagyon sok légitársaság van, és mindig az adott légitársaságnak az üzletszabályzata az, ami irányadó akkor, amikor repülünk. Tehát, hogyha vizerrel repülünk a vizeré, ha nem tudom, lufthanzával a lufthansa tehát mindig annak a légitársaságnak az üzletszabályzatát érdemes forgatni, amelyikre jegyet szeretnénk venni. Nyilván mindegyikükre vonatkozik ez a rendelet, de hát azon kívül azért, hogy mondjam, ez a rendelet azért bizonyos határokon belül enged mozgásteret, és ugye ezen, ezeken a határokon belül minden, minden légitársaság maga tudja meghatározni, hogy milyen szabályokat alkalmaz. Én ide betettem egy linket a Vizer üzletszabályzatához, ugye ez azért az talán a legsűrűbben igénybe vett légitársaság Magyarországon, és egy pár szabályt majd mindjárt a Vizer üzletszabályzatából ismertetek, de még előbb, ugye ha utazunk repülővel, akkor akkor nyilván a budapesti repülőtérről, tehát a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről fogunk indulni, és ugye már itt akadályokba ütközhetünk. Betettem egy linket, ami a speciális igényű utasoknak a, vagy számára készült információkat tartalmazza, ugye ilyen utasok a fogyatékossággal élők is. Ez az oldal szerintem nagyon jól használható, Megtalálható rajta például az, hogy mikor nyújtanak segítséget a, a repülőtér alkalmazottai. Azt hiszem, hogy ez az AMS ö, ö, szolgálat. Gyakorlatilag minden eseménynél, tehát az utasfelvételtől kezdve, a biztonsági ellenőrzésen, a, ha van az útlevél ellenőrzésen át a repülőgépbe való beszállásig, egészen addig, amíg amíg az ember leül az ülésére, és ugyanígy a leszállásnál fordítva. Ez a segítségnyújtás, ez kérhető a repülőtéren kijelölt hívópontnál. Egyébként ezen az oldalon még, még azt is meg lehet, tehát van egy térkép arról, hogy hol található ez a hívópont. Illetve én azt gondolom, hogy jobban járunk sokkal, hogyha indulást megelőzően kérjük, ezt elvileg 7 nappal, de legalább 48 órával az indulást megelőzően tehetjük meg. Ez egy online igénylőlapot jelent, és akkor ezt kell értelemszerűen kitölteni. Ami még fontos, hogy a parkolás a repülőtéren, az a, ugye a parkolási kártyával rendelkezők részére ingyenes, van a, a prémium parkoló, az az a, amikor az ember megérkezik a repülőtérben az indulási oldalra, ugye az az, amikor ez a gyors kiszállás, ez azt hiszem, hogy átlag esetben ez, ez, itt 5 percet lehet ingyen parkolni, egyébként nagyon drága, de ö, mozgáskorlátozott parkolási kártyával ezt 20 percre növelték meg, ugyanígy az érkezési oldalon, a, amikor ö, valakit várunk. Akkor ugye ott tehetjük meg ebben a prémium, tehát ugye az is egy ilyen prémium parkoló, de ehhez van egy ügyfélszolgálat, ahol kvázi ezt el kell intézni. Szóval nem annyira egyszerű azért, de, de erre, erre joga van, akinek kártyája van a terminál parkolóban, ez az egyik ilyen nagy parkoló a, a, repülőtérnél, ami ugye, ahol hosszabb időre is amúgy ott lehet hagyni az autót, és olcsóbb egyébként, mint ez a prémium, vagy az Arrival Pickup parkoló. Itt 60 perc ingyenes, és ezt a H lehet megigényelni, ezt a parkolást. Hát mondjuk sokkal ideálisabb lenne, ha nem kellene még külön köröket futni azért, hogy, hogy ehhez meg legyen a jogosultság, de sajnos egyelőre ez így van szabályozva a repülőtéren. És akkor nézzünk egy pár, pár szabályt a, a vizertől. Hát egy, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hát eléggé vitatható szabály, hogy a légitársaság kérhet kísérőt az utazáshoz, sőt egyébként még azt is kérheti, hogyha, úgy, hogyha nem biztos benne, hogy valaki utazásra alkalmas állapotban van, akkor kérhet egy orvosi igazolást, hogy tehát egy orvos igazolja le, hogy, a, hogy az illető képes repülni. Be kell jelenteni a, Ilyenkor nyilván én azt gondolom, hogy csak azt, ami látványos, mert ami nem látványos, azt nyilván nem fogják észrevenni, de be kell jelenteni, hogy a ha, ha hivatkozik valaki fogyatékosságra, hogy milyen állapotú, tehát milyen fogyatékossága van, milyen segédeszközt használ, ezt legkésőbb 48 órával a járat indulása előtt kell megtenni, de ők is ezt írják, és én is azt javasolnám, hogy érdemes már a jegyvásárláskor, hogy nekik is minél hosszabb idő álljon rendelkezésükre, és hogy ne érjék az embert semmiféleképp meglepetések, mert azért a repülés az a leg. Hát, hogy is mondjam. Szóval a tapasztalataink szerint ott azért nagyon sok akár tényleg emberi méltóságot sértő esemény is tud bekövetkezni, hogyha az ember fogyatékossággal élőként szeretne utazni. Ami nagyon fontos, hogy nyilván a, a, a aktív kerekesszék, vagy egyébként a, a kézzel hajtható kerekesszék szállítása nem probléma. De az elektromos kerekesszéké igen. Ezt ugye nem lehet a gépre fölvinni, már mint az utastérbe, csak podgyászként szállítható, különbe kell jelenteni, és külön engedélyezi a légitársaság. Itt a, ugye a probléma az az akkumulátor miatt van, hogy milyen a teljesítménye, lítiumion, nem lítiumion, szóval ami, amilyen kifolyás veszélyes, azt eleve nem szállítják, csak a száraz elemest. De sajnos ebből, ebből elég sokszor van probléma, úgyhogy én azt javaslom, hogy akinek elektromos kerekesszéke van, az minél előbb le mindent az adott légi Ez nem csak a vízre vonatkozik, ez mindegyiknél így van. Csak egy ilyen, hát mondanám, hogy kis színes, hogyha nem lenne iszonyú szomorú a, a egy éve volt, rendezték meg Brüsszelben a fogyatékossággal élő emberek európai parlamentjét. Ez egy ilyen hatalmas esemény volt minden országból nagyon sok fogyatékos emberek jogait képviselő védőszervezettől jelentek meg emberek, és a, az, az egyik ír küldött, majdnem nem jutott el Brüsszelbe, mert Dublinból a nem, nem tudom milyen légitársasággal utazott, de nem akarták elhozni, és végül egyébként nem is vitték el az elektromos kerekes székét, úgyhogy szegénynek úgy kellett utazni, hogy, 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 a széke nem ment vele. Úgyhogy ez egy nagyon... Hát én nagyon remélem, hogy a jövőben ez egy, ez egy jobban szabályozott és a fogyatékossággal élő emberek érdekeit sokkal jobban, és jogait sokkal jobban figyele, Bevevő terület lesz, de egyelőre tényleg nagyon sok a probléma az elektromos kerekes székkel ö, utazással repülőgépen. Lehet vinni segítőkutyát, de csak akkor, hogyha a kutyának megvan az az igazolása, hogy ő valóban segítő kutya, és 48 órával indulás előtt el kell küldeni a, a kutya utazására vonatkozó bejelentést a légitársaságnak. Ugye itt az ülőhelyjel is van, vagy tud lenni probléma, tehát ezt sajnos nem választhatja ki magának, a, aki például aki kerekesszékkel utazik, hanem ezt a légitársaság fogja a számára kijelölni. Egyébként itt az, betettem egy linket, hogy hol vannak a, a víznél ezek, a, ezek az információk, amik a, a fogyatékossággal élő emberek utazására vonatkoznak. És akkor most nézzük meg, bár néhány, néhány példát már mondtam, de, de, nézzük meg, hogy mik a leggyakrabb, vagy leggyakoribb panaszok. A vasúti közlekedésnél, itt látjátok, hogy gyakori panaszok egy, szóval, hogy elég számos, lesz még egy oldal a panaszokkal. Ugye nagyon gyakori, hogy az állomás épülete nem akadálymentes, gyakori, hogy nincs megfelelő számú akadálymentes parkolóhely kijelölve, vagy azoknak a mérete nem megfelelő, gyakori, hogy a peront nem lehet megközelíteni, lépcső van, aluljáró van, felüljáró van és mondjuk adott esetben egyáltalán nem megközelíthető, vagy ilyen teherszállításra kijelölt útvonalon kell megközelíteni, ugye emiatt megnövekedhet a menetidő, ezzel ugye az ember nem feltétlenül számol, tehát ez elég problémás. Aztán hiába van rámpa, de nem megfelelő, alkalmatlan az önálló használatra, és ugye itt megint utalok arra, amit az elején mondtam, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés, akkor valósul meg, hogyha valaki önállóan tudja igénybe venni azt a szolgáltatást. Akkor a liftek hiába van lift, az nagyon sokszor nem üzemel. Mi is végeztünk körülbelül egy éve egy felmérést különböző vasútállomásokon, hogy a liftek üzemelnek. -e. Hát sajnos azért volt egy jó pár olyan hely, ahol nem üzemeltek. Hogyha nem üzemel a lift, vagy egyébként valami probléma van, akkor az alternatív útvonáról nem tájékoztat a, a társaság. Ugye gyakori nagyon, hogy a, a, az állomáson nincs akadálymentes mosdó, vagy ha van, akkor külön el kell kérni a kulcsot. Ele van pakolva mindenféle ilyen takarítóeszközzel, tehát gyakorlatilag raktárnak használják. Aztán sokszor a jegykiadó ablakoknál nincs tér szabad hely, álló emberhez vannak méretezve. Ez ugyanúgy nem, tehát az egyenlő esélyű hozzáférést akkor ugye itt nem biztosítják. Ahogy az egyéb a szolgáltatások az állomáson, mint például a kávézó büfé, nem akadálymentes, tehát oda már nem lehet bemenni, ha az ember szeretne meginni egy kávét, vagy megenni egy szendvicset. És hát ugye, ami, ami a, hát talán a legnagyobb probléma az, hogy a járműpark nem akadálymentes. Tehát nincs elég akadálymentes jármű, nincsenek emelőberendezések, ugye lépcsővezet a fedélzetre, keskenyek az ajtók. Tehát ez, ez ugye a legnagyobb, tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb gátja annak, hogy, hogy a vasúti közlekedés tényleg egyenlő eséllyel hozzáférhető legyen, és tényleg lehessen utazni. És hát sajnos az a tapasztalat, vagy hát azok a visszajelzések jönnek hozzánk, hogy, hogy nagyon képzetlen a, a személyzet, tehát ugye akiknek segíteni kellene, vagy akik a felvilágosítást adják, azok sokszor, hát finoman szólva sem állnak a helyzet magaslatán. Ugyanígy problémás tud lenni a, a, a tájékoztatás is, tehát nem megfelelően van elhelyezve a, a, az információs tábla, nem megfelelő a mérete, vagy mondjuk a, a hallássérülteknek a tájékoztatás hangereje, nem napra kész a menetrend sokszor, nem jelzik jól a csatlakozást akadálymentesség szempontból, ugye ez a ráhordási rendszer, ez, a, ez azt jelenti, hogy hát ugye nyilván azt mindenki észleli a, a döntéshozók is, hogy ugye nagyon sokszor nem lehet akadálymentesen utazni, és akkor erre lenne ez az úgynevezett ráhordási rendszer, hogy legalább, ha nem is vasúttal, de vasút és busz összekapcsolásával így Valahogy megoldani minden viszonylatban azt, hogy A-ból B-be akadálymentesen el lehessen jutni, hát ugye ez sem valósul meg, és a tájékoztatás róla is hiányos. Ugye a segítségnyújtás nem megfelelő, mert ugye sokszor az emberi tényezővel van probléma, van, hogy a technikával, illetve a kommunikációval, és hát magán a vonaton sem mindig kifogástalan a segítségnyújtás. Akkor nézzük az autóbuszos közlekedésnél, mik a leggyakrabb panaszok. itt, hát ugye itt a járművek legnagyobb része nem akadálymentes, mármint a, a helyköziben, mert azért például Budapesten már nagyon sok az akadálymentes busz. ugye nincs rámpa, a megállók állomások nem akadálymentesek, Hiába, ez is egy nagyon gyakori probléma, hogy hiába jelölik a menetrendben azt, hogy akadálymentes alacsonypadlós járat fog érkezni. Nem az érkezik, tehát nyilván ugye az ember ahhoz igazítja az utazását, hogy mit lát a menetrendben, és hoppon marad. Aztán sajnos az is előfordul, hogy egy, hogy egy olyan viszonylatban, ahol korábban akadálymentes jármű közlekedett, ezt, ezt kiszedik, és, és már nem akadálymentes. Aztán a sofőrök is, hát velük is nagyon sok probléma tud lenni, hogy tájékozatlanok nincsenek tisztában azzal, hogy nekik mik a kötelezettségeik a rámpával kapcsolatban, a kerekesszék szállításával kapcsolatban. Aztán, ugye, amit már mondtam itt az Arivával kapcsolatban, hogy az elektromos mopedet, illetve az elektromos kerekesszéket nem engedik fel a járatokra, noha ez kötelezettségük lenne. És akkor most nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk ezek közül valami bekövetkezik, ami, amiket itt elmondtam. Ez mind-mind-mind jogsértés. Tehát, hogyha ilyennel találkozik valaki, akkor ugye mit tehet? Teheti azt, hogy megrántja a vállát és benyeli, akkor valószínűleg nem nagyon fog semmi változni. De teheti azt is, hogy azt mondja, hogy, hogy nekem ez így nem oké, én szeretném elérni, hogy ez változzon, és akkor viszont ö, több lehetősége van, hogy a jogait érvényesítse. Az első lehetőség az az, hogy felveszi a kapcsolatot a szolgáltatóval, és megpróbál nála panaszt tenni, és így kvázi békésen elintézni, hogy, hogy javuljon a helyzet abban a tekintetben, amit ő problémának észlelt. Ö, itt nyilván a szolgáltatón áll vagy bukik, hogy ezt ő meg fogja tenni, vagy nem. Szerintem érdemes ezt a kört a legtöbb esetben nem mindig, de a legtöbb esetben érdemes lefutni. De hogyha az ember azt gondolja, hogy ez már a nyolcadik eset, hogy ez történik, hogy nem változott semmi, hogy már tettem panaszt korábban, de nem foglalkoztak vele, nem vizsgálták ki rendesen, akkor két dolgot lehet tenni. Az egyik az, hogy az ember elmegy bíróságra és indít egy pert a személyiségi jogai sérelme miatt, mert hogy a, a hátrányos megkülönböztetés, a diszkrimináció az a személyiségi jog, jogoknak, a, jogoknak a sérelmét jelenti. Ez is egy út, de hát ez ugye itt pénzbe kerülhet, perköltség, elég lassú. Szóval én kevésbé javasolnám ezt, sokkal inkább azt javasolnám hogy jogsértés esetén éljünk panasztal a szolgáltató ellen az alapvető jogok biztosa egyenlő bánásmódért felelős főigazgatóságnál. Ez az alapvető jogok biztosa, ez ugye köznapi nevén az ombudsman, és az ombudsmannak van egy ilyen főigazgatósága, ami hatósági, tehát közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkezik, és így vizsgálja az egyenlő bánásmód megsértésével összefüggő panaszokat. Ide bárki benyújthat kérelmet, itt belinkeltem azt az oldalt, ahol a, kérelem benyújtásával kapcsolatos információk nagyon jól össze vannak szedve. Én ebből csak egy néhányat emelnék ki, csak inkább ilyen kedvcsinálóképpen. Egyrészt az, hogy ez az eljárás, ez ingyenes. Tehát akár megnyeri az ember a, a vagy megnyeri, szóval akár az lesz a vége az eljárásnak, hogy elmarasztalják a közlekedési társaságot, akár az lesz a vége, hogy valamiért mégsem marasztalják el, nem kell fizetni, tehát egy forintot se kell fizetni. Ezt nem írtam ide, de, de fontos egyébként, hogy utazni se kell hozzá, mert hogyha esetleg tárgyal a hatóság, tehát tartanak tárgyalást, úgy, mint a bíróságon, szokás, akkor ezt a, a, kérelmezőnek a lakóhelyén tartják meg, már mint azon a településen, ahol lakik. Tehát nem kell felbumlizni Budapestre. Lehetőség van a képviseletre, tehát hogy az ember ilyenkor valakinek a, a kép, tehát valaki képviselje az ő segítségével belemenni az eljárásban, ba, bizonyos esetekben akár a MEOSZ is nyújt képviseletet, de ha képviseletet mondjuk adott esetben nem nyújtunk, mert kapacitás hiány van, vagy valami másokból kifolyólag, akkor is nagyon szívesen segítünk megfogalmazni a kérelmet, a tanácsot adni, és a többi. Tehát ö, senki nincs egyedül hagyva a kérelmével ilyen esetekben, hanem nagyon szívesen segítünk. Azért is jó ez az eljárás, meg gyors, elvileg 75 nap az ügyintézési határidő, amiben persze bizonyos időszakok nem számítanak bele, tehát mondjuk ameddig tudom, valaki, tehát még az az idő, amíg választad az egyik fél, stb. Tehát ezek nem számítanak a 75 napba, tehát nem, nem tisztán 75 nap alatt zajlik le az eljárás, de, de azért egy, hát egy 3-4 hónap alatt biztos, hogy vége van. Lehetőség van arra, hogy az eljárásban egyességet kössenek a felek, de ha nem kötnek, akkor, akkor mindenképp döntést hoz a hatóság, és szankciót, tehát hátrányos jogkövetkezményt szabhat ki. Hogyha megállapítja a jogsértést, akkor biztos, hogy kötelezni fogja a közlekedési társaságot, hogy szüntesse meg. Tehát mondjuk, ha van egy olyan eset, hogy az X. Ö, Pályaudvarról vagy vasútállomásról akartam utazni, és ez nem volt akadálymentes, mert mondjuk csak lépcsőn lehetett megközelíteni a, a e, peront, akkor biztos, hogy kötelezni fogja a, ez a főigazgatóság arra a vasúti társaságot, hogy akadálymentesítse azt a, a vasútállomást. Tehát ezzel nagyon jól el lehet érni, hogy ami hiányosság, ami probléma, arra legyen egy kötelezés, és ezt végső soron végre fogja, ha nem csinálja meg maga a társaság, végre fogja hajtani a nap. Vagy, hogyha mondjuk a buszsofőrrel volt problémánk, mert ő nem csinált meg valamit, amit meg kellett volna, akkor kötelezik arra például a társaságot, hogy ő Tartson képzést, tájékoztassa a sofőröket, vagy mondjuk a hatóság munkatársa tart neki, tart neki képzést, hogy mit kell csinálni és hogy. És ugyanezek a lehetőségek egyébként az egyesség kötés esetén is fennállnak. Tehát ugye az ember abban köt egyességet, amit, amit szeretne. Tehát, hogyha az én jogaimat megsértették, akkor akár egy egyesség keretében is vállalhatja közlekedési társaság, hogy, hogy orvosolja a problémát, és ez ugyanúgy végrehajtható lesz, mint a hatóság döntése. És ami még fontos, hogy lehetőség van jogorvoslatra is, tehát hogyha nem tetszik a hatóság döntése, akkor meg lehet támadni keresettel, és akkor a bíróság fog arról dönteni, hogy kinek van igaza. Én tényleg mindenkit arra bíztatok, hogy ha bármi olyannal szembesül a közlekedésben, ami sérti a jogait, akkor menjen el, menjen el az ombudsmanhoz, kérje ennek a főigazgatóságnak az eljárását, mert gyakorlatilag kockázat nélküli. Tehát pénzbe nem kerül, általában tárgyalást se tartanak, szóval, hogy nem, nem szokott ez nagyon ilyen munkaintenzív lenni, Nyilván vannak esetek, amikor igen, én nem mondom, hogy ez minden esetre igaz, de hogy, de hogy onnantól, hogy belőkte valaki az eljárást, az már megy a maga útján, a hatóságnak kötelessége feltárni a tényállást, tehát nem nekünk kell bizonyítani azt, hogy mi történt, mi nem történt, hanem a hatóság köteles utána járni mindennek. És akkor végezetül álljon itt néhány olyan jogeset, ami ezek valódi megtörtént esetek, ezeket mind, mind az ombudsmannak ez az egyenlő bánásmódért felelős főigazgatósága, vagy annak a jogelődje az egyenlő bánásmódhatóság bírálta el. Itt próbáltam olyanokat gyűjteni, amik vagy nagyon jellemzőek, vagy gyakoriak. Nagyon sokszor fordul elő, hogy az elektromos kerekesszéket nem viszi el a busz, itt több ezek itt az ügyszámok, amiket láttok, tehát ez az RBF, akármi kezdetű, meg a számok. Itt, itt nem is tudom, ezt a négy eset, amit ide írtam. Itt nagyon sokféle okból nem, kiderül, hogy nem viszik el a kerekesztéket. Van, hogy a sofőr összekeverte a Mopeddel, akkor olyanra hivatkozott, hogy tiltja az ügyletszabályzat, noha egyébként nem tiltotta. Akkor volt olyan, hogy arra hivatkozott a sofőr, hogy, hogy túllépje a, súlyhatárt, a kerekesszék, ami hát nonsens, mert ez a 250 kiló azért ez nagyon, nagyon fölül van lőve, tehát én nem hallottam még olyat, hogy, hogy valakinél túllépte volna a szék, és a, a, az ember együttes tömege ezt a határt vagy kísérőt kértek. Vannak olyan esetek, amikor önmagában csak az a probléma, hogy kísérőt kérnek. Itt, itt be is írtam két olyan esetet is, amiben a, a MEOSZ nyújtott képviseletet a, a, az illetőnek, akitől kísérőt kértek. Itt az egyik esetet, csak egy picit részletesebben elmondanám, mert ez egy különösen csúnya eset volt, amikor valaki olyantól kértek kísérőt, aki a kere, tehát aktív kerekesszéket használ, és a két éves gyerekével szeretett volna utazni az egyik vidéki nagyvárosban, városon belül, és azt közölte vele a sofőr, hogy nem utazhat, csak hogyha állít maga mellé egy kísérőt, ő nem lehet a gyermeknek a kísérője. Egyébként itt még azt is kérték, hogy a gyereket rögzítse magához. Noha ugye egyébként a gyerekeket sehogy se rögzíti senki a buszon. Szóval ez egy ilyen nagyon csúnya ügy volt, el is marasztalta egyébként a, a közlekedési társaságot a, a, hatóság, és, és kötelezte arra, hogy, hát, hogy ugye nyilván ilyen, jövőben ne forduljon elő. Aztán gyakori az is, hogy, vagy hát előfordult már ilyen is, amit, amire utaltam korábban is, hogy korábban volt akadálymentes autóbuszjárat egy viszonylaton, és ezt megszüntették. Ugye ez sem lehet. Tehát ugye a, van egy olyan előírás, hogy fokozatosan, ugye elvileg már mindennek akadálymentesnek kell lenni, de nyilván nincs így, de hát azért visszalépni sem lehet. Tehát azért olyan nincsen, hogy, hogy ami, ami, egyszer akadálymentes volt, azt, azt az akadálymentességet megszüntetni. Aztán olyan is előfordul viszonylag gyakran, most van is egy ilyen ügyünk, ami, amiben a MEOS szintén segítséget nyújt, de ez még folyamatban van ez az ügy, hogy leereszti a buszsofőr a rámpát, de miután a a patka meg a, rám, a busz olyan szöget zár be, hogy, hogy a rámpa iszonyú meredek lesz, tehát a lámp, rámpának a dőlésszöge iszonyú meredek lesz, azért nem tud rajta felmenni a, az aktív kerekes széket használó utas. A sofőr meg közli, hogy ő nem segít. Hát szóval ilyen nincs, tehát a sofőrnek segíteni kell. Ez az eljárás, ez még folyamatban van, tehát most itt még nyilván nem tudom megmondani, hogy mi lett a vége, de hogy, hogy ez abszolút alapvetően elvárható a sofőröktől. Akkor van olyan eset, hogy nem működik a rámpa, Vol, van olyan, volt olyan eset, hogy, hogy a, az Intercity vonaton bár egyébként az illető jelezte, hogy neki olyan olyan vagonra van szüksége, amiben van akadálymentes mosdó. Mégsem olyat állított ki a vasúti társaság. Egyébként ezért ide is írtam, hogy jelezni kell az igényt, mert például viszont egy olyan esetben, ahol a, az illető az igénylőlapon azt pipálta be, hogy neki a mosdó használathoz nem kell akadálymentes mosdót biztosítani, majd aztán sok egyéb panaszta mellett, amik egyébként jogosak voltak, jelezte ezt is panaszként, hogy nem volt akadálymentes a mosdó. Itt például azt mondta a hatóság, hogy, hogy ez nem jogsértés, hiszen ő azt jelezte, hogy neki nem kell akadály, kifejezetten jelezte, hogy nem kell akadálymentes mosdó. Tehát én mindenképpen azt mondom, hogy ezt akkor jelezzük, tehát ha, ha már kérjük az akadálymentes a és azt gondoljuk, hogy szükség lesz mosdó használatra, akkor mindenképp jelezzük az akadálymentes iránti igényt. Aztán volt olyan, hogy a vagon előterében kellett valakinek utaznia, nem nyújtottak a felszálláskor segítséget, az állomáson sem volt akadálymentes a WC, ez mind egy ügyben fordult elő, és ezekben, ezekben az esetekben mind megállapította a jogsértést a hatóság, illetve van egy. Ennek a tudomásom szerint egyébként a végrehajtása még folyamatban van, amikor egy olyan vasúti aluljáró miatt tettek panaszt, amely mármint nyilván nem az aluljáró volt a probléma, hanem az volt a probléma, hogy nem lehetett más, hogy csak ezen a nem akadálymentes aluljárón keresztül megközelíteni a, a Peront, és itt is elmarasztalta a hatóság a, a közlekedési társaságot, nagyon fontos, én ezeket az eseteket, amiket ide összegyűjtöttem, mindben vagy elmarasztalta a közlekedési társaságot a hatóság, és kötelezte az akadálymentesítésre, vagy született a felek között egy egyesség, akkor viszont az egyességben vállalta a közlekedési társaság az akadálymentesítést. Tehát ezeket is kicsit kedvcsinálónak szedtem össze, hogy tényleg, ha olyat tapasztaltuk, hogy valami nem akadálymentes, nem egyenlő eséllyel hozzáférhető, indítsatok eljárást, mert érdemes, mert a végén el fogják őket marasztalni, és ha nyilván, ha szép szóval nem lehet kikényszeríteni, sokszor az akadálymentességet az ilyen eljárásokkal ki lehet. És igaz, hogy ezek egyedi esetek, lehet azt mondani, hogy csepp a tengerben, de annak az adott embernek, aki mondjuk sokszor utazik egy meghatározott viszonylaton, vagy ha nem is sokszor, de, de egyszerűen csak azt tapasztalja, hogy a jogait semmibe veszik, érdemes lépni, érdemes tenni magunkért. És én akkor megköszönöm a, a figyelmet, és nagyon köszönjük a részvételt. Köszönjük szépen!